A közösségépítés lebegett a szervezők szem előtt, amikor életre hívták a családi napot Belecskán. Régen, nagyon-nagyon régen, még az előző polgármesternél volt egy-kettő próbálkozás, ez így nagyon-nagyon elsikkadt, és egy főzőnappal indítottunk, és ez így meg is maradt, hogy mindig csak egy kis főzés, hogy akkor mindenki jöjjön, kis bográcsos, ez az amaz, akkor mindenki főz valamit. Gyerekeknek mindig szerveztünk körül egy kis programot, néha légvár, mikor, hogy engedte a költségvetés, és akkor most az idén gondoltunk, hogy egy kicsit kibővítjük, hogy ne legyenek kis vérszegény volt így már, kicsit kibővíteni, hogy akkor gyerekprogramokat is akkor megspékeltük, meg akkor délutánra a fellépőket, hogy engedte a költségvetés, és akkor így akkor egy picit próbáltuk azt, hogy mindenkinek egy kicsit kedvezni, így lett a két irányvonal, hogy egy Magyar Rózsa, meg ez a Classics Duo, tehát ők angol nyelvű klasszikusokat, amit azért mindenki ismer, őket ezeket éneklik. Sikere van most egy kicsit, talán mondhatom azt, hogy azért jönnek a környező faluból is, látom. Tehát hogy azzal, hogy délután is vannak fellépőink, így azért már látom azt, hogy akkor legalább már onnan is jönnek, hogy nem csak a belecskaiak. Az önkormányzat könnyebbséget kínált a háziasszonyoknak erre a napra, egy ebéddel várta a családi nap résztvevőit, melyre az igényeket előzetesen próbálták felmérni. Előre mindig szórólapozunk egy kicsit, és akkor, hogy na lehet jelentkezni, hogy ki szeretne ebédet, hogy legalább be tudjuk lőni, hogy 50-re vagy 150-re főzzünk. Gulyáslevessel készültünk, hát egy kicsit ez a mindenki által elfogadott, mindenkinek jó étel legyen, és akkor ezért lett a gulyásleves. Az egyesületünk elnöke főzte meg, ő mindenki tündérkeresztanyja, és ő aki mindig vállalja az ilyeneket, meg hát rátestáljuk, de jól főz, úgyhogy ő volt az áldozat. A közösségi főzés nem ismeretlen a településen, számos alkalom adódott már az évek folyamán, amikor kisebb-nagyobb csapatok gyűltek össze, hogy a baráti társaság kedvencét közösen készítsék el. Idén ezt egy versenyformájában hirdették meg a szervezők, ami talán egy kicsit elbizonytalanította a szakácsokat. Eddig nem főzőverseny volt, hát ilyen kis családi hangulatú főzés volt, hogy mindenki jött, összeültünk, főzés volt, akkor hirdettünk főzőversenyt. Most nem tudom, hogy szerény mindenki, de kevesebb volt a főzőcsapat, de próbáltuk azt, hogy minden ételt saját magát kategorizáljunk, tehát nem a halászlevet a paprikás krumplihoz hasonlítsuk, hanem úgy magát az ételt, és azért egész jól kijött az, hogy amelyik úgy mindenki azt mondta, hogy na a legjobb volt, akkor az lett a többinek is, és tényleg az lett az első is. Úgyhogy örültek neki, mert az első is láttam, hogy meglepődött az első helyezett is. A 2022-es belecskai családi nap legjobb étele a nem csak pincebulikban, hanem bármikor összedobható pincepörkölt lett. Pörkölt alapon készítettük a pincepörköltet sertés, combból és csülökből. Krumplival káposztasalátát készítettünk hozzá is. Ennyi volt. Meglepetés volt, nem számítottunk rá, nem is szerettünk volna nevezni. Mi csak magunkra gondoltunk, és ez nagy meglepetés volt nekünk, hogy mi nyerhettünk meg ezt a főzőversenyt. A helyiek örömmel vettek részt a rendezvényen, mint mondják, a rohanó hétköznapokban egyre kevesebb idő jut a baráti kapcsolatok ápolására, itt pedig összegyűlt a falu apraja nagyja. Ez egy jó kikapcsolódás szerintem mindenki részére, barátokkal, falubeliekkel így összefogásban egy kis szórakozás az mindig jó. A művelődési ház udvarán található fák megfelelő árnyékot adtak a főző csapatoknak, a baráti társaságoknak, a családoknak egy-egy jó hangulatú beszélgetésre, kizökkenve ezáltal a szürke hétköznapokból.